Mondta, hogy igen, ilyen hangokat már hallok. Hosszú évek óta hagyomány volt, hogy Rákóczi telepen szeptember végén egy fesztivállal zártuk a nyarat, és kezdtük az iskolát. Sajnos a pandémia ezt megakadályozta, viszont a virágsörözőnek a tulajdonosa és a virágcsemege tulajdonosai, Pisti és Kata megkerestek, hogy ők szeretnének egy nyárzáró családi napot rendezni itt Rákóczi telepen. És a Délmékés mentőcsoport ehhez csatlakozott, illetve kibővítettük ezt a repertoárt, amit ők szerettek volna. Igazából csak a barátnőm miatt jöttünk ki, mert ő vattacukrot szeretett enni, úgyhogy ennyi. Nagyon örülök neki, mert csak egy voltunk bezárva, szóval jó, hogy csináltak egy ilyen programot. Azt látjuk, hogy a Rosházán jelenleg most nem túl sok rendezvény volt, főleg ugye azért is, mert az önkormányzatoktól elvonták különböző forrásokat, amit most visszakaptunk, de már arra, hogy nagyobb rendezvényeket tartsunk, arra már nem volt idő, és úgy gondoltuk, hogy ezt most hirtelen, mivel ugye mi nyertünk pályázatot, akkor ezt a pályázati pénzt ide szerettük volna hozni, illetve mint Rákóczi telep képviselője természetes, hogy hazagondolok a hazaiaknak. Nagyon nagy szükség van rá. Muszáj, hogy újra találkozzanak az emberek. Foglalkoztat, hogy éjfélkor vajon részeget, ki viszont az a